Szerencsések voltak azok, akik részt vehettek a környezetmérnöki félfertály meszelyes poháravató szakesten, ahol őszi fél évről lévén szó, a szak elsős hallgatóit köszöntötték a szervezők. A szertartások szempontjából igencsak gazdag szakestéjén szép számmal gyűltek össze az érdeklődők, hiszen a belépőjeggyel nem csak szórakozási, hanem az est első része alatt ingyenes sörfogyasztási lehetőséget is vásároltak. Ez is egy része a szakest hagyományainak, melyet egy alapító okiratban fektettek le, amit fel is olvastak. Ebben található, hogy a rendezvénynek fontos szerepeket betöltő tisztségviselői is vannak, így például a pátriárka, a bíboros vagy a bísörös. A szervezők büntetőitallal is készültek, ami nem volt más, mint meleg, sós sör. Ezt annak kellett meginnia, akit feljelentettek, aki elhibázta a szakesten kötelező köszöntőszöveget, vagy akire a pátriárka kimérte ezt a büntetést. Az alkoholhoz kötődő hagyományok mellett természetesen fontos, egyetemi rendezvényhez illő előadásokat is hallhatott a nézőközönség. Hamvas Béla után szabadon a sör filozófiájával ismertette meg a hallgatókat a szak egyik oktatója, majd két másik szakküldötte avatta be a társaságot a bölcsész és mérnök hallgatók ivási szokásainak különbségeibe. Természetesen nem maradhatott el az elsős avatás sem, hiszen ez az őszi szakest elsődleges feladata. A környezetmérnökök összejövetelének fő támogatója Veszprémváros környezetvédelmi tanácsnoka dr. Bense László Erik volt, akit arról kérdeztünk, miért támogatta a rendezvényt. Én azt gondolom, hogy Veszprém megyei jogú város környezetvédelmi tanácsnokaként kötelezettségem is támogatni olyan rendezvényeket, amelyek hasznosak mindenki számára. És én úgy gondolom, az elmúlt 3 év, mióta ezt a funkciót betöltöm a városba, arról tett tanúbizonságot, hogy ezek egy nagyon jókedélyű kis rendezvények, ezek a szakestek. Én most már immár 4. alkalommal veszem részt rajta, és azt gondolom, hogy ezt a feszültséget, ami mondjuk a tanár és a hallgatói viszony között ugye megmutatkozik, ez fel tudja oldani. Tehát itt tényleg az oktatók, a egyetemi hallgatók kötetlen formában el tudnak beszélgetni, táncolni tudnak, hülyeskedni, és szerintem ez a mai világban nagyon fontos. Miután a szakest első részének vége lett, a résztvevők felvonultak a Polinszki terem elé, ahol a szak elsősei elültettek egy fát, majd a buli tovább folytatódott a diákcentrumban. A következő környezetmérnök szakest, ahol a végzős diákokat búcsúztatják el, 2010 tavaszán lesz.